Mozgalmas hétvége. Viharkárhoz, tűzesethez és balesethez is hívták a tűzoltókat hétvégén. Oltóanyag hiány. A gyártó nem tudja határidőre szállítani a csecsemőknek szükséges oltóanyagot, így ideiglenesen változik a védőoltási rend. Orvosok napja. Március 30-án több országban is köszöntik az orvosokat. Hazánkban idén indítják útjára a hagyományt. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Mozgalmas hétvégét tudhat maga mögött a Dunaújvárosi Tűzoltó Parancsnokság. Így jellemezte az elmúlt néhány nap történéseit Sipicki János tűzoltóőrnagy. Városunkban a viharos szél mellett garázstűzhöz kellett riasztani a tűzoltókat. Ezek a felvételek még pénteken készültek Dunaújvárosban, a Barátság úton, ahol egy társasház tető szerkezetét bontotta meg a szél. Az épület tetejének lemezborítása fellazult, és több cserepet is összetört. A tűzoltók a megrongálódott lemezt visszabontották, és a még stabil részeket visszaszegelték. Ezek a felvételek szombaton készültek, amikor kigyulladt egy három garázsból álló melléképület a Temető utcában. A tulajdonosok figyelmét a szomszédok hívták fel. A helyszínre kiérkező tűzoltók munkáját nehezítette, hogy több 12 kilós gázpalack is az épületben volt, továbbá, hogy a lángoló garázsokat minden oldalról épületek és fák vették körül. A szakemberek gyors és hathatós beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt át a környező lakóépületekre. A baleset okát még vizsgálják, személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. Sem a vihar során keletkezett káreseknél, hál' Istennek a tűzesetnél sem történt személyi sérülés. A két garázs teljes terjedelmében égett, így az anyagi kár jelentős. Sipicki János tűzoltó őrnagy kiemelte, az elmúlt időszak eseménydús volt, ugyanis a megyében több helyen is károkat okozott a vihar, valamint közúti balesetek is történtek. Dunaújváros hivatásos tűzoltó parancsnokság elég mozgalmas hétvégét tudhat maga mögött. Működési területén összesen 12 esetben kellett beavatkozniuk az elmúlt pár napban. Ezek között szerepelt családi házat érintő tűzeset is, szabadtéri tűzeset, több közúti baleset is, melyek közül sajnos egy esetben egy fő életét nem sikerült megmenteni. A szakember felhívta a figyelmet a közlekedés biztonságra, ugyanis az elkövetkező napok időjárása miatt előfordulhatnak viharos széllökések, amelyek nehézséget okozhatnak. Éppen ezért kérnek mindenkit, aki útnak indul, legyen óvatos. Tolvajt keresnek a rendőrök. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, aki február 28-án az esti órákban Dunaújvárosban egy egészségügyi intézmény nővérszobájából tulajdonított el egy pénztárcát a benne lévő okmányokkal és bankkártyával. A tolvaj az elemelt bankkártyát egy dunaújvárosi pénzkiadó automatánál használta, amit a készülék kamerája rögzített. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 25-ös körzet 510-510-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számán, továbbá a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. A közelgő ünnep miatt a vártnál korábban megkapják az alanyi jogon járó ellátásokat, támogatásokat az arra jogosultak. Így már húsvét előtt megérkezik többek között a családi pótlék, a szociális segély, a gyed és a gyes is. A postai úton kézbesítendő összegeket már március 30-án elkezdték kiküldeni az érintetteknek, a bankszámlákra pedig március 31-én utalják a juttatásokat. A Magyar Államkincstár az alanyi jogon járó támogatások megérkezéséig minden ellátott szíves türelmét kéri. Késnek az oltóanyagok.
A gyártó nem tudta a szerződés szerint határidőre szállítani a csecsemőknek szükséges 5 komponensű védőoltást, közölte az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat. Ezért ideiglenes változtatást rendeltek el a kötelező védőoltási rendben. Az erről szóló utasítást hétfőn kapták meg a gyermekorvosok. Városunk rendelői ugyanakkor elegendő tartalékkal rendelkeznek. Ez az a védőoltás, amiből hiányzik várható hamarosan. És amikor ez kifogy a készletről, akkor utána ezzel a típusú 4 komponensű oltóanyaggal fogjuk pótolni, illetve ehhez kapunk majd egy 5. oltóanyagot. Dr. Elek Ágnes gyermekorvos azt az 5 komponensű védőoltást mutatja, amelyből nemrég hiány lépett fel. A vakcina a torokgyík, a szamárköhögés, a tetanusz, a járványos gyermekbénulás, valamint gége és agyhártyagyulladást okozó baktérium ellen véd. A hiány a gyártó cég miatt lépett fel. Az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat ezért kénytelen volt ideiglenes változtatást elrendelni a kötelező védőoltási rendben. Továbbá más oltóanyagokkal próbálja helyettesíteni az 5 komponensű vakcinát, amelyek összetételükben teljesen megegyeznek. 2-3-4, illetve a 18 hónapos kori védőoltásból hiánycikk lépett fel, és ezért egy kicsit módosul a beadási idő, amikor a gyerekeket oltjuk. Egy hónappal kitolódik tulajdonképpen. Mindenképpen fontosnak tartják a szakemberek, hogy időben a legesendőbb csecsemők is védve legyenek a betegségek ellen. Ezért a 2 hónapos kori oltást megkapják időben, viszont az utána következőket egy hónappal később, tehát 4 hónaposan, illetve 6 hónaposan fogják. A 18 hónapos kori oltást pedig 21 hónapos korban kapják meg. Dr. Elek Ágnes elmondta, a Dunaújvárosi gyermekorvosi rendelők elegendő tartalékkal rendelkeznek, így senki nem marad oltás nélkül. A védőoltási rend ennek ellenére városunkban is változik. A csecsemőket továbbá többször kell majd elvinni a gyermekorvoshoz. Kicsit valószínűleg most a tanácsadásokon jelentkező csecsemőknek a megjelenése felborul. Valószínűleg, hogy legalább egyel több alkalommal kell megjelenniük itt az oltás miatt, mert hát nyilván nem csak az oltás véget vizsgáljuk őket, hanem az egészséges fejlődésüket is követjük, tehát amiatt úgy is jönni kell, de az oltás miatt plusz egy alkalommal, majd a 21 hónapos korban. Az ANTS közleményében hangsúlyozta, mindez a betegség elleni védettség kialakulását nem befolyásolja, és megfelel az oltóanyag úgynevezett alkalmazási előiratának. A becslések szerint az érintettek száma 50 ezer körül van. Országszerte csaknem 100 ezer oltóanyag késik. Dr. Elek Ágnes hozzátette, ahogy a hiányt pótolják, minden visszaáll a régi kerékvágásba. Orvosok napja itthon is. Magyarország a világ 6. országaként indítja útjára azt a hagyományt, amely keretében mindenki kifejezheti tiszteletét, elismerését az orvosok iránt. Amerikában már 1990 óta ünneplik ezt a napot, hazánkban ebben az évben csatlakoztak először az orvosok napjához. A Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán olvasható ez a levél, amelyben egy beteg köszönte meg az orvos segítségét. Az intézmény egyre több ilyen levelet kap, de szóban is sokan megköszönik a munkájukat. Az elismerő szavak jól esnek a kórház orvosainak, akik nap mint nap segítenek embertársaikon. Én is gyakorló orvos vagyok, és sokszor akár ilyen nem úgynevezett nonverbális megerősítéseket kap az ember, egy mosolyt, egy kedves gesztust, azt, hogy látom, hogy hálás, hogyha jobban van a beteg, vagy jól sikerült egy műtét. Ezt mindenképpen érzékeli az orvos. A főigazgató szerint az anyagi megbecsülés nagyon fontos, de ezek az elismerő szavak, mozdulatok is sokat jelentenek. Ők azért vannak, hogy segítsenek, de sokszor nehéz és fáradtságos a munka. Egy átlag magyar orvos a heti 40 órás munkahéthez képest 60-80 órát is dolgozik, és itt a Dunaújvárosi Kórházból is vannak olyan orvosok, akik más munkahelyekre is elmennek, illetve vannak olyan orvosok, akik más munkahelyen van a bázisuk, de itt dolgoznak nálunk részidőben. Ez idegileg is egy felőrlő dolog lehet, hogy utazgatnak, családjuktól távol vannak,
és egy olyan felelősségteljes munkát végeznek, ahol gyakorlatilag nem szabadna hibázni. Fejezzük ki köszönetünket és hálánkat az Orvosok napján. Március 30-án. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel a videóval népszerűsítik az Orvosok napját hazánkban. Magyarország a világ 6. országaként indítja útjára ennek a napnak a hagyományát. Így március 30-án már itthon is megemlékezünk gyógyítóinkra. A betegek megköszönhetik orvosaik munkáját és kifejezhetik elismerésüket. Amerikában már 1990 óta ünneplik ezt a napot. Egyes országokban szegfűvel, kitűzővel, képeslapokkal emlékeznek rájuk. Hazánkban idén szeretnék meghonosítani az Orvosok napját. Hát mivel az egész életük erről szól, hogy segítsenek nekünk. Ilyenkor legalább ezen a napon őrájuk figyelünk. Ennek rendkívüli módon örvendek. Miért lenne fontos? Hát van valami, ami fontosabb lenne az egészségünknél? És ők vigyáznak rá. Az alapítók olyan kezdeményezést kívánnak elindítani, amely nem a pénzről, hanem az orvosok munkájának elismeréséről szól. A www.orvosoknapja.com weboldalon bárki köszönetét fejezheti ki. Közeleg a beiratás határideje. A szülők április 16-án és 17-én irathatják be tanköteleskorú gyermekeiket a Dunaújvárosi általános iskolákba. A jelentkezéshez magukkal kell vinniük az óvoda vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és tajkártyáját is. Tavaszi szünet utáni napok izgalma lesz ez minden iskola életében. Április 16-án és 17-én lesz Fejér megye összes általános iskolájában az első osztályba készülő gyerekek beiratkozása, így Dunaújvárosban is. Az oktatási intézmények reggel 8 órától este 7 óráig várják a leendő elsősöket és szüleiket. Tóthné Meserika, az Arany János Általános Iskola alsós igazgató helyettese elmondta. A 2008. szeptember 1-e és a 2009. augusztus 31-e között született kisgyerekek válnak a következő évtől tankötelessé. Városunkban a beiratkozás körzetesítve van, és több száz gyereket érint. Dunaújváros 4 körzet szerint van csoportosítva. Ezek a körzetek a városrészekhez tartozó utcákat tartalmazzák. A Dunaújvárosi Arany János Általános Iskolának a körzete például a 4-es számú körzet. Mi várjuk a Kertvárosi, Újtelepi és Békeváros részi utcákban lakó gyerekeket. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a személyi azonosító, a lakcímet igazoló hatósági igazolás, a gyermekegészségügyi kiskönyv. A beiratkozáshoz a szülőknek több dokumentumot is magukkal kell vinniük. Az ügyintézés maximum fél órát vesz igénybe. Az óvodák bejáratához ki van függesztve, de egyébként az iskolák bejáratánál is látható az a felsorolás, ami mindenféleképpen szükséges. Nagyon fontos elhozni a gyermek személyi azonosságát igazoló dokumentumot, ami egyszerűen a születési anyakönyvi kivonat. Utána nagyon fontos a lakcímet igazoló dokumentum, ez pedig a lakcímkártya. Ehhez tartoznak olyan kiegészítő dokumentumok, amelyek az orvosi ellátáshoz szükségesek, vagyis az oltási kiskönyvet és a gyermekházi orvosa által kiadott úgynevezett 5 éves státuszlapot kell hozni. És a másik nagyon-nagyon fontos dolog az pedig az iskola érettséget igazoló dokumentum, ami az óvoda által kiállított szakvélemény. Az Arany János Általános Iskolában a 2015-2016-os tanévben összesen 3 osztályt indítanak el, emelt szintű angol nyelvi képzést, rajz és vizuális kultúra, valamint matematika tehetségfejlesztő képzést. A szülők a beiratás során dönthetnek arról, milyen képzést kapjon a leendő kisiskolás. Ugyanakkor arról is határozniuk kell, hogy gyermeküket hitoktatásra vagy inkább erkölcstanoktatásra szeretnék-e járatni. A beiratkozás eredményéről a szülőket április végéig írásban értesítik az intézmények. Együtt legyünk mi, a gyerekek és a szülők együtt. Április 1-től kaphatók a jegyek a Dunaújváros Pase Nyíregyháza labdarúgó mérkőzésre. Az április 4-i találkozóra a klub székházának 307-es irodájában, valamint a Dunaújvárosi Turinfornál lehet megvásárolni a belépőket. Aki online szeretné megvenni a jegyet, a matchjegy.mls.hu oldalon megteheti. A hazai szektorba a diák, valamint a nyugdíjas jegyára 800, a felnőtt jegyára pedig 1200 forint. A 14 éven aluliak számára belépés ingyenes.
A szervezők kérik a szurkolókat, hogy aki teheti, mindenképpen vásárolja meg a jegyet elővételben, hiszen ezzel elkerülhető a sorban állás. Fontos továbbá, hogy a belépők megvásárlásához szükséges a szurkolói kártya megléte. A Dunaújváros Pase Nyíregyháza mérkőzés április 4-én 18 óra 30 perckor kezdődik a Dunaújvárosi stadionban. Kedden északnyugat felől újabb felhők érkeznek, egyre több felé ered el az eső, néhol zivatar is lehet. Az északnyugati szél változatlanul erős, északon viharos is lehet. A hőmérsékletben egyelőre nem lesz változás. Főbb híreink következnek, még egyszer, röviden. Mozgalmas hétvége, viharkárhoz, tűzesethez és balesethez is hívták a tűzoltókat hétvégén. Oltóanyag hiány. A gyártó nem tudja határidőre szállítani a csecsemőknek szükséges oltóanyagot, így ideiglenesen változik a védőoltási rend. Orvosok napja. Március 30-án több országban is köszöntik az orvosokat. Hazánkban idén indítják útjára a hagyományt. Véget ért hírműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.